Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kegyelem nektek is békesség Atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól. Mai szentmisét rendi szándékra ajánlom föl, illetve a Hernádi családért. Ma az Anya Szent Egyház Szent Mártára emlékezik. Márta betániai Lázár és Mária nővére volt. Jézus szívesen látott vendégük volt. Ő volt az, aki törődött mindennel, de csak egy a szükséges, mondta neki Jézus. Neki mondotta e szavakat is, én vagyok a feltámadás és az élet. Válaszul Márta hitvallóan Jézust messiásnak, Isten fiának nevezte. Ő a házi asszonyok védőszentje, kulcscsomóval vagy főzőkanállal szokták ábrázolni. Őt kérjük a mai szentmisében, hogy segítsen nekünk. Szentmis elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Mindenható örök Isten, te Szent Mártát kitüntetted azzal, hogy fiat szállást vett nála. Közbenjárására add, hogy hűségesen szolgáljuk Krisztust testvéreinkben, és így minket is befogadj mennyei hajlékodba. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. A próféta panaszkodik a nehéz küldetés miatt. Jaj nekem, Uram! Anyám vajon azért szült engem, hogy az ellentmondás embere legyek az egész ország számára? Én nem adtam kölcsönt senkinek, nekem sem kölcsönzött senki. Mégis mindenki engem átkoz. A szavaid elém kerültek, befogadtam őket, kedvem telt igédben szívemnek öröme lett. Mert a te nevedet viselem, Uram, seregek Istene. Nem tartottam dicsőségemnek, hogy a tréfálkozók közé üljek. Magamra maradtam, mert kezed rám nehezedett, bánattal töltöttél el engem. Miért nem szűnik meg fájdalmam, sebem miért nem akar meggyógyulni? Bizony olyan lettél számomra, mint a csalóka nyári patak, amelynek vizére nem lehet számítani. Erre így válaszolt az Úr. Ha visszatérsz hozzám, engedlek visszatérni, és színem előtt állhatsz. És ha előhozod az értékest, az értéktelenből, akkor mintegy az én szám leszel. Nekik kell hozzád visszatérniük, te ne térj az ő útjukra semmiképp. Erős ércfallá teszlek ezelőtt a nép előtt. Harcolni fognak ellened, de nem győznek le, mert én veled vagyok, hogy megmenthesselek és megszabadítsalak, mondja az Úr. Kiszabadítalak a gonosztevők kezéből, és kimentelek a hatalmaskodók markából. Ez az Isten igéje. Istenek legyek a hálát adok az Úrnak minden időben. Dicséretét szüntelenül zengi ajkam, lelkem az Úrban dicsekszik, hallják meg ezt a szelídek és örvendezzenek. Magasztaljátok az Urat én velem, dicsőítsük az ő szent nevét mindnyájan. Kerestem az Urat, és ő meghallgatott engem, és kiragadott minden rettegésből. Megvilágosultok, ha az Úrra nézzek, és arcotokat nem éri szégyen. Az Úr meghallgatta a szegényt, aki hozzá kiáltott, és minden szorongatásából kiszabadította. Az Úr angyala minden Isten félőt körül sáncol, és megszabadítja őt. Ízlelétek és lássátok, milyen édes az Úr. Boldog az a nemzet, aki ő benne bízik. Az Urat ti szentjei, mert semmit sem nélkülöznek az Isten félők. A gazdagok nyomorognak és éheznek, de akik az Urat keresik, nem szűkölködnek. Áldozatok az Úrnak.
Én a világ világossága vagyok, mondja a mi Urunk. Aki engem követ, ővé lesz az élet világossága. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egyszer ezt a két példabeszédet mondta tanítványainak. Hasonló a mennyek országa a földbe rejtett kincshez. Ha valaki megtalálja, újra elrejti azt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt a földet. Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöt keres. Amikor aztán egy napon nagyon értékes igaz gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvéreim, a földbe rejtett kincsről és az igaz gyöngyről szóló példabeszéd, ez a két hasonlat mögött az a tanítás rejtezik, hogy Isten országának értékét és jelentőségét először fel kell ismernünk. Ahhoz, hogy ezt fölismerjük, minden esetben elsősorban a hit szemüvegén keresztül, valaki ezt így fogalmazta meg, kell tekintenünk a világra. A világra és a körülöttünk lévő dolgokra, eseményekre és természetesen önmagunkra is. Ha nem a hit szemüvegén keresztül nézzük az eseményeket, a világot, akkor nem fogjuk fölismerni tulajdonképpen ezeket a kincseket, amelyek bennünket körülvesznek, és amelyek bennünket elvezetnek ebbe az országba, az Isten országába. Ezek nem mindennapi kincsek, nem mindennapi értékek. Nem fogjuk észrevenni, felismerni, hogyha a hit szemüvegén át nem nézzük. Aki azonban az örök élet távlatában gondolkodik, és hisz Isten atyai irgalmában, az felismeri, és tud áldozatot is hozni érte. Mert valójában, hogy ezt föl tudjuk ismerni, ez minden nap meg kell hoznunk az áldozatot. Ugye, mert hogyha hitben élünk, akkor nagyon sok mindenről le kell mondanunk. Pontosabban örömmel lemondunk, mert tudjuk, hogy nem vezet jóra. Kedves testvéreim, így gondolkodjunk, és így tekintsük a körülöttünk lévő eseményeket és dolgokat, amelyek körbevesznek bennünket. Amen. Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz, hogy segítse és oltalmazza egyházát, amelyért Szent Fia életét áldozta. Krisztus egyházának egységért, békéért és szüntelen növekedésért kérjük Urunkat. A hívek közösségért, a családokért, a szülőkért és a gyermekekért, az öregekért és a betegekért kérjük Urunkat. Az egyház pásztoraiért, a szentatyáért, a püspökökért és papokért kérjük Urunkat. A hűségesekért, hogy jó úton maradjanak, kérjük Urunkat. A bűnösökért, hogy bűnbánatot tartsanak és megtérjenek, kérjük Urunkat. Üdvözítő Istenünk, add, hogy a föld sója és a világ világossága legyünk, és így hiteles tanúságot tegyünk rólad az emberek előtt, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Hogy van, de zikáldozatom, lelkemet.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérve kérünk, jóságos Istenünk, akit Szent Márta történetében csodálatosnak ismertünk meg, hogy amint az ő szeretetének szolgálata kedves volt előtted, úgy a mi hódoló adományainkat is jó szívvel fogadd, aki élsz és uralkodol a mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó, hogy hálát adunk neked, szent és erős Istenünk, mert te irányítod a világ sorsát, és gondot viselsz minden emberre. Te egy közösségbe gyűjtesz össze minket, hogy szavadat mindnyájan halljuk, és kövessük fiadat élő hittel. Ő az út, aki elvezet hozzád, az igazság, aki szabaddá tesz minket, és ő az élet, aki örömre gyújtja szívünket. Nagy jóságodért hálát adunk, Atyánk, néked, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Az angyalokkal mi is együtt énekelünk, és fölséged dicséretét zengjük. Magasztalunk téged, mennyei Atyánk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. De kiváltképp most, midőn szent fiad Jézus szeretetének asztalánál gyűjt egybe minket, magyarázza a Szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor az Emmauszi tanítványoknak. Kérünk tehát, mindenható Istenünk, küld el szent lelkedet e kenyérre és borra, hogy Jézus Krisztus jelen legyen közöttünk testével és vérével. Ő ugyanis a kínszenvedése előtti estén vacsora közben kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Majd ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Jóságos Atyánk, most ünnepi lélekkel megváltásunk emlékét üljük, és hirdetjük, hogy szeretsz minket. Kínszenvedése és halála által szent fiad átment az új életbe, s feltámadásával eljutott a te dicsőségedbe. Nézz jóságosan erre az áldozatra Jézusra, aki testét és vérét odaadja értünk, és ezzel az áldozattal megnyitja nekünk az utat hozzád, mennyei Atyánkhoz. Irgalmas Istenünk, ajándékozd nekünk szent fiad lelkét, a szeretet lelkét. Adj erőt mindnyájunknak, akik fiadnak testét és vérét magunkhoz vesszük, hogy hitben és szeretetben egyek legyünk egymással, egységben Ferenc pápánkkal és Péter püspökünkkel. Nyisd meg szemünket, hogy észrevegyük, ha valaki gondokkal küzd. Adj ajkunkra vigasztaló szavakat, ha elmagányosodott és reményvesztett emberekkel találkozunk. Adj bátorságot, hogy tettekkel segítsük szegény vagy elnyomott testvéreinket. Tedd egyházadat az igazság, a szabadság, az igazságosság és a béke otthonává, hogy új reményt ébresszen minden emberben.
Mennyei atyánk, irgalmas testvéreinknek, akik Krisztus békében hunytak el, és légy irgalmas minden megholthoz, akinek hitét csak te ismerted. Támaszd fel őket a végső napon. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba, ahol az élet teljessége és az örök dicsőség vár ránk. Engedd, Urunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal és a vértanúkkal, Szent Mártával és minden szenteddel együtt, Urunk Jézus Krisztus által téged dicsőítsünk és áldjunk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk szavára, isteni tanítására így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék a te nevedet. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol a mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen a mi Urunk Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése váljék a szentelkezésben a lelkünk üdvösségére. Jézus Krisztus az én Isten fia, te az Atya akaratából a Szentlélek közreműködésével halálod által életre keltette a világot. Szabadíts meg engem, Szent Testvér! Isten bárányom, te veszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten bárányom, te az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Oh,
Könyörögjünk. Egyszülött fiat testének és vérének vétele, Istenünk, fordítson el minket mindentől, ami mulandó, hogy Szent Márta példájára a földön őszinte szeretettel munkálkodjunk, érted, amennyben pedig örökké örvendezzünk látásodnak, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Szent mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen.